Negyed évszázada segíti a fehérvári hajléktalanok mindennapjait a Kríziskezelő Központ. Székesfehérváron 350-400 ember él fedél nélkül. A legtöbben közülük hajléktalan szállókon, anyaotthonokban, vagy úgynevezett kiléptető lakásban húzzák meg magukat, de még mindig több mint százan az utcán alszanak. Most ugye véget ért a tehojárat március 31-én, így egy kicsit nehezebb lesz az utcás emberekkel kapcsolatot tartani, legalábbis napi szinten, de hát ugye a jó idő mindenképpen nekünk előny, hogy nem lesz várhatóan remélhetőleg fagyhalál, fagyásveszélyes helyzet, ez egy nagy könnyebbség, de az biztos, hogy folyamatosan kijárnak így is az utcai szolgálat tagjai az utcás emberekhez. Vagyis azokhoz, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak. A tüdőszűrő busz előtt várakozó tömeg is jól mutatja, hogy az egészségnap mindenki számára fontos, ezért is támogatta a Humán Szolgáltató Intézet a születésnapi rendezvényt. Tulajdonképpen mi ezt a rendezvényt kívántuk bővíteni, és megtalálni azokat, akik talán még rosszabb helyzetben vannak, és nem nagyon jutnak el semmiféle szűrővizsgálatra. Ezért a Humán Szolgáltató Intézettel azokat a vizsgálatokat, amiket szoktunk, koleszterin szint, vércukor szintmérés, amik nagyon fontosak, ezeket elvégezzük. Az utolsó levegőt is belefújja, utána majd pittyeg a gép, és akkor majd újra, jó? Háromszor kell. Nagy levegő, fúj. A programok között egy kis mozgásra is jutott idő, a testet és a lelket átmozgató zenés tornára még a központ dolgozói is beálltak. A végén még egyszer csináljunk egy légzőgyakorlatot, és mindenkinek egészségére.